Nyírbátor ipari parkjában több mint 20 cég működik, a település folyamatosan várja a fejlesztő és munkát biztosító cégeket, többek között a Rosenbergert is. 6 olyan multinacionális vállalatunk volt mindez idáig, aki a munkaerő foglalkoztatás részében a hozzáadott értékben a legnagyobb termelést nyújtotta, és ehhez kapcsolódik most újonnan a Rosenberger Magyarország Kft. Ezzel az új beruházással. Ez egy folyamatosan bővülő ipari park. Jelenleg azt tudom mondani, hogy terület zöldmezős beruházásra még rendelkezésre áll. Itt igazából a munkaerőpiac az, ami meghatározza a jövőbeni fejlesztéseknek a lehetőségét. A Rosenberger több mint 20 éve gyárt Magyarországon az autóiparnak kábeleket, csatlakozókat. Az adatátvitelhez szükséges alkatrészek többek között navigációs, szórakoztató és biztonsági rendszereket támogatnak. A Bajor családi vállalat több mint 7000 munkavállalót foglalkoztat világszerte. Nyírbátori egyelőre bérelt épületében jelenleg mintegy 300-an dolgoznak. Tervünk az, hogy a polgármester hivatal és a polgármester úr segítségevel egy területet kimérni magunknak, ahol rövid időn belül a saját üzemünket tudjuk fölépíteni, üzembe helyezni, és a új kollégáknak új munkahelyeket biztosítani. Ennek a üzemnek a paraméterek már körvonalazottnak, kb. 8000 négyzetméteres lesz, ahol a többsége termelésterület lesz. A legmagasabb technológiával szeretnék ezt végrehajtani, és a tervünk szerint az jövő év közepéig ennek meg kell, hogy bajosuljon. A zöldmezős 3,1 milliárd forint értékű beruházást a kormány 858 millió forinttal támogatja. Az új üzem ezen a területen működik majd, a tereprendezési munkálatokat most végzik Nyírbátorban.